Ezért a bíróság 13 év fegyházbüntetésre és 10 év időtartamra Magyarország területére történő kiutasítás mellékbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés büntetés tartalmába beszámítja a vádott által 2014. december 2 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. A bíróság a nyomozással lefoglalt és a Nyíregyházi Törvényszék gazdasági hivatalánál B-595-ben 2015 számú kedvelt ciszanadrág, pulóver, alsónadrág, nincs csúszterkalapás, kés, fűrész, kabát lefoglását megszünteti. Éjfél körül érkezett meg vádott és társa vagy társai a Kántor Jánosi családi házhoz, ahol átugrottak az ingatlan luszatlanti terítésen. A hátsúrban lévő kutyát még nagyon ugatott, a láncszárt felhúzva megfojtották azért, hogy a sértettek és a szomszédok ne figyeljenek fel a kutya ugatására és a hallható fúdokló hangjára. A mindig ébren a sértettatomban a kutya ugatása felébe, ki akart nézni, hogy miért ugat a kutya. Kiment az előszobába, a beállt ajtó keresztmányzát felemelte, ekkor már az ajtó előtt állt a vádlott ismerte társával vagy társaival. Ha már csak kulcsal bezárt, beállt ajtót erőteljesen megnyomták, melynek zárnyelve elengedett. Ezután berontottak az előszobába, és a közvetlen az ajtó mögött álló sértettet a vádlott és ismertnek társa vagy társai 2-3 esetben ököllel megütötték, melynek következtében a sértett hanyat esett.